Mik a Valtari cselszövők? Első fejezet. A postás kisasszony vette először észre. Pontosan reggel nyolc óra volt, amikor Hallamá kisasszony kilépett a Strandgattan 8A lépcsőházából, kezében a teljes kancsóval. Kopott papucsa majd leesett sovány lábáról, kabátját szorosan maga köré csavarta, és így szemérmesen rejtve maradt hálóinge. Megállt a házmesterné mellett, aki éppen életunt arcsal söprögette a küszöböt, és hosszabb eszmecserére felkészülten megjegyezte. – Micsoda rémes gázszak van a lépcsőházban! A feje belefájdul az embernek. A tavaszinap sugarai áttörtek a felhőtakaron, és körül simogatták a két nőt, de nem sikerült felvidítaniuk őket. A házmesterné szorosabban markolta a söprű nyelét, behúzta a hasát, hogy a postás kisasszony kiférjen mellette a kapun, és morgott valamit, amit jó reggeltnek szánt, de inkább egy tüsszentéshez hasonlított. A postás kisasszonnyal azonban nem lehetett ilyen könnyen elbánni. Megállt, és kihívóan meglobálta a teljes kancsót. Egészen kótyogos volt a fejem, mikor ma reggel felébredtem, folytatta csökönyösen. Fúj, micsoda undog gázszag! Végre a házmesterné is felegyenesedett, és unott arckifejezéssel rátámaszkodott a seprűnyére. A szeme vörös orrával szipákolva kapkodott levegő után. Én nem érzek semmilyen szagot, mondta elutasítóan, de aztán mégis úgy érezte, hogy magyarázattal kell szolgálnia. Náthás vagyok, az orrom egészen be van dugulva, csak ne kapjak influenzát. Újra ráhajolt a söprűre, derek a meghajlott, mintha ő lenne az emberi szenvedés jelképe. Jaj, jaj, sajnálkozott lagymatagon a postás kisasszony. Nagyon kellemetlen dolog. Ez a tavaszi időjárás olyan csalóka. Mikor a tele teljes kancsóval óvatosan visszafelé tipegett a sarki a házmesterné éppen felkapta a lépcsőházi szőnyeget, és olyan dühötten verte a járda szélén álló lámpaoszlophoz, hogy a por csak úgy szállt körülötte. Maga a házmester is kijött az utcára, és elismerően szemlélte felesége energikus munkáját. A postás kisasszony megint megállt a kapuban, és a levegőbe szimatolt. Maga se érez semmit, most már a házmesterre. A házmester néhányszor mélyet lélegzett, anélkül, hogy akár csak megbillentette volna a cigarettát a szája sarkában, aztán beleegyezően bolintott a postás kisasszony felé. Tudta, hogy a kisasszony mindig talál valami panaszkodni valót. Hol a központi fűtéssel volt valami baj, túl meleg volt vagy túl hideg, hol a lépcsőház volt huzatos vagy fullasztótlan levegőtlen. A postás kisasszony ingerült lett. Micsoda undorító szag! sivította. A házmester végre méltóztatott kivenni a cigarettát a szája sarkából, és újra mély lélegzetet vett a lépcsőház felől áramló levegőből. Na, mondta oktatólag, úgy látszik már megint bedugult a levezető csatorna. Egy pillantást vetett a postás kisasszonyra, és sietve hozzátette. De azért az is lehet, hogy gázszag van. Talán a vezeték szivárog valahol. Javítsák ki, mondta dühösen a postás kisasszony. A házmester kitárta két karját az ég felé. Az egész vezetékhálózatot meg kellene javítani, mondta egy ártatlanul megvádolt áldozat hangján. A ház már öreg, sokba kerülne. Az öreg boszorkány összerezzent és körülnézett, de amikor megállapította, hogy nincs a közelben senki, újjá született a bátorsága. Az öreg boszorkány miatt nyugodtan megfulladhatna az egész házagástól, ha ezzel valamit spórolhatna. Csak az előjáróság nem tartotta szükségesnek a mondat befejezését, csak a vállát vonogatta, miközben felhúzta jobb szemöldökét, mint egy jegyezve, hogy a bérkaszárnya tulajdonosára Krollnéra gondol, aki a legfelső emeleten lakik, hallamák is asszony fölött. A postás kisasszony arcát gyenge pír öntötte el az öreg boszorkány elnevezés merészsége miatt érzett örömében. Tekintve azonban, hogy ez mégsem volt összeegyeztethető az ő tekintéjével, szelíd rendre utasítást kockáztatott meg. Krollné tényleg kicsit túlságosan, izé, takarékos. Ezt még egyszer drágán megfizetheti. Ezzel nem akart más mondani, mint hogy a bérlők egyszer megunják az egészet, és minnyáján elköltöznek innen. Úgy érezte, hogy a jóslatszerű mondat szerencsés befejezése az eszmecserének. Csoszogó papucsában, felvetett fejjel vonult el a házmester mellett, és eltűnt a lépcsőházban. Csak délután, amikor már megtudta, hogy mi történt, jutottak eszébe a saját szavai, és a szeme kitágult a rémülettől, kezét a szájára szorította, hogy elfolytson egy feltörő sikolyt pedig igazán semmi különöset nem akart mondani ezekkel a szavakkal. Mikor elment, a házmesterné visszarakta a szőnyeget, felegyenesedett és egy pillantást vetett a férjére. Sokat mondóan megrázta a fejét, és elkeseredetten mondta. Micsoda csorosja! Teljesen agyalágyult. Ez a kitörés némiképpen visszaadta a lelki nyugalmát, és szinte elmosolyodott, mikor a férje egyetértően viszonozta a pillantását. A férfi kedvesen oldalba bögte a seprű és megjegyezte. Most meg gázszagot érez. Ha, még mit nem. Ha, 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 De ebben a pillanatban egy mélyet lélegzett, és az arca elsötétedett. Tényleg gázszag volt a lépcsőházban. A postás egy órával később érkezett, és gyorsan keresztül futott a kapuajon. Vidám jó reggel biccentett a házmester felé, aki kis öntözőkannából éppen nyolcasokat rajzolt a járdára, és gyors léptekkel felment a lépcsőn. Még olyan fiatal volt, hogy nem káromkodott minden reggel, amiért nincs lift a házban. Tulajdonképpen kedvelte ezeket az öreg házakat, amelyekben szinte kivétel nélkül az élet nyugodalmas oldalán élő öregek laktak. Ők csak ritkán kaptak levelet, a táskája könnyű volt. Ma reggel is csak Hallamák kisasszonynak hozta a Világosság tündére című jótékonysági folyóiratot, meg egy levelet krollnénak. Egy pillantást vetett a borítékra, mi alatt felfelé tartott. A címzést ideges férfi írhatta, és a sarokban nyomtatott betűkkel ez állt. Betlehem gyülekezet. Már amikor a második emeleten Hallamák kisasszony levélszekrényébe bedobta a folyóiratot, megérezte a gázszagot, és felnézett. A harmadik, legfelső emeletre tartott, és egyre inkább érezte a kellemetlenül erős szagot. A gyomrában furcsa nyomást érzett. Mikor benyomta a levélszekrény nyílását azon az ajtón, amelynek időtől elhomályosult névtábláján ez állt, almakról, és gyakorlott mozdulattal becsúsztatta a levelet, olyan erős gázszak tódult ki, hogy a gyanúja megerősödött. Azonnal hosszan csengetett és várt. A gáz ömlött kifelé. Belülről a legkisebb zajt sem hallotta. A postás még egyszer becsengetett. Kezdte furcsának találni a dolgot, és átfutott rajta a kíváncsiság borzongása is. A házmester az udvaron hallotta a csengetéseket, és elkezdett lassan felfelé baktatni a lépcsőn. A postás néhány lépcsőfokkal lejjebb ment, és a korlátra támaszkodott. Itt valami nincs rendben, mondta a saját véleménye szerint jeges nyugalommal, de a hangja tulajdonképpen reszketett. Gáz ömlik ki a levélszekrény nyílásán, és senki sem nyit ajtót a csengetésre. A házmester meggyorsította a tempót, és amikor odaért az ajtóhoz, ő is erőteljesen becsengetett. A postás még fiatal volt, és a házmester egyébként sem szokott minden további nélkül hitelt adni mások állításainak. Egy hang sem jött ki az zárt ajtón. Rólné már fenn szokott lenni ilyenkor, jegyezte meg a házmester. Még a kisasszony se volt ma lenne a kutyával. Különben furcsa, hogy a kutya nem ugat. Máskor mindjárt lármázni kezd, ha valaki csenget. A postás egészen elsápadt. Van tartalékulcsa a lakáshoz? kérdezte. A házmester megvakarta a fejét, mintha arra várt volna, hogy valami megindítsa a lassan forgó kerekeket az agyában. Talán van kulcsom az egyik zárhoz, mondta, de nézze, két zár van az ajtón. Az öreg boszorkány, szóval Krollné még egy zárat rakatott fel, és minden este saját kezűleg zárta be mind a kettőt, mert félt a betörőktől. Még a kisasszonynak se volt kulcsa ehhez a zárhoz. Azon kívül van belül egy biztonsági lánc. Be kellene, kezdte a postás, de nem folytatta, mert a saját munkája jutott eszébe, és az a sok kellemetlenség, ami rázódulhat, ha beleavatkozik a dologba rendőrt kellene hívni. Rendőrt, ismételte a házmester hangjában a törvénytisztelő polgár minden ellenszenvével. A postás hirtelen belátta, hogy valamit rögtön tenni kell. Megragadta a házmester karját, és magával vonszolta. Mindketten lerohantak, egyszerre több lépcsőfokot ugorva a házmesternek mégis volt ideje arra, hogy lelkében köszönetet mondjon a gondviselésnek, hogy is kisasszony már eltávozott a munkahelyére. Legalább egy kellemetlenséggel kevesebb. Mikor kirohantak a kapon, beleütköztek Lanne ügyvéd fiába, aki éppen elindult bicikliével. Az iskola könyvei vészesen himbálóztak a kormány mellett. Bűntudatosan összerezzent, mikor meglátta a házmestert, aki régi szokásához híven ráordított. Hányszor mondtam már? De hirtelen eszébe jutott a helyzet komolysága, és félbeszakította a mondókáját. Kerítsen gyorsan egy rendőrt. Jó, hogy biciklije van. Mi történt? kérdezte évődve Bengt Lanne. Rögtön megértette, hogy ez alkalommal törvényes okkal lóghat az iskolájából. Krolni alig, hanem gázmérgezést kapott. Siessen! Közben elhozom a lakás kulcsát. Arra rendőr frissen kezdte szokásos körsétáját. Éppen valami kellemes eszmecserébe merült a sarkon egy bájos szobalányjal. Amúgy is érdeklődő természetű volt, és csak fél éve hagyta el a rendőriskolát. Természetesen összeférhetetlen volt a tekintéjével, hogy szaladjon, de azért gyorsan odaért, éppen abban a percben, amikor a házmester kikereste a kulcsot a ládájából. Spárgán lógó, piszkos papírdarab mutatta, hogy ez a kulcs nyitja a hatos számú lakást. Ahogy később, arra rendőr jelentéséből kiderült, 9 óra nyolc perc volt. A kulcs nem ért semmit. A házmesternek igaza volt, a másik zárat is becsukták előző este. Az ajtó meg sem mozdult, mikor a rendőr megrángatta a kilincset. Kinyitotta a levélszekrény nyílását, de gyorsan újra lecsapta, olyan erős gázszag ömlött ki a lépcsőházba. Hol van itt telefon? kérdezte harsogva. Lanne ügyvédnél, az első emeleten, dadogta a házmester. Szaladjon közben fejsze és kalapács után. Gyorsan! És maga fordult a postás felé. Vigyázzon, hogy senki ne jöjjön közben ide. Rögtön visszajövök. Arra rendőr nem volt olyan biztos a dolgában, mint ahogy látszott. Természetesen az volna a legimponálóbb, ha saját kezűleg intézné az ügyet, de talán mégis jobb engedét kérni a feletteseitől az ajtó betörésére. Valószínűleg szerencsétlenség történt. Egy gázcsapot véletlenül nyitva hagytak éjjelre, de mégis biztosabb, ha fedezi magát az ember. Persze a tűzoltókat is fel lehetne hívni, azoknak van gázálarcuk, de ez is percekbe kerülne, meg nincs is kedve másoknak átengedni a dicsőséget. Ezek a gondolatok futottak át a fején miközben az első emelet felé sietett. Bengt Lanne nyitott ajtót. Valószínűleg Bengt papája, vélte Ara. A nyugodt üregúr úr éppen arra figyelmeztette a fiút, hogy induljon az iskolába. Van itt, kérem, telefon? kérdezte udvariasan a rendőr. Bengt Lanne odarohant apja íróasztalához, maga után vonszolva a rendőrt. Ara még egy percig habozott, aztán kikeresett egy számot. Az izgalomtól reszketve kérte, hogy kapcsolják az ügyeletes tisztet. Azután jelentette a dolgot Hágert hagynagynak, saját véleménye szerint világosan és tömören. A füle égett, amikor letette a kagylót. Itt van egy gázálarc, mondta a szolgálatkész fiatal Bengt Lanne. A légoltalmi őrség tagja vagyok. Ugyan tegye el, szólt rá a rendőr. Különben adja le, tette hozzá egy percnyi gondolkozás után. Mégiscsak cselekedni kell. Lanne ügyvéd is ott állt az íróasztal mellett, és idegesen tisztogatta zsebkendőjével a szemüvegét. Tényleg azt hiszi, hogy Krolné? kérdezte, de nem tudta befejezni a mondatot. Fel kell törnöm a lakást, felelte röviden arra. Legyen szíves, telefonáljon a legközelebbi orvosnak. Krolné legtöbbször doktor Markolához fordult. Nem lakik messze, mondta Lanne ügyvéd, mintha valami egészen más járt volna a fejében. Arra már ki is ment az ajtón, és bengt Lanne, mint a gyík siklott utána. Furcsa, nagyon furcsa, morogta maga elé Lanne ügyvéd, és rövidlátóan keresni kezdte Markola doktor telefonszámát. A lépcsőházban a rendőr kitépte a fejszét és a kalapácsot a házmester reszkető kezéből. Nyissa ki rögtön a lépcsőházi ablakokat, parancsolta, és adjon utasítást mindenkinek, akinek ebből a lépcsőházból nyílik a lakása, hogy szellőztessen, Nyissa ki lent a kaput is, hogy húzat legyen. Vegye ki a szájából azt a cigarettát. Oltasson el minden tüzet a házban, és tartson vizes ronyot az arca elé. Mikor így kimerítette összes tudományát, felsietett a harmadik emeletre. Bengt lanne, mint valami hű árnyék, követte. A postás még ott állt az őrhelyén, Krolné ajtója előtt. Köhögött, és rosszul ért kerülgette. A gázszag már folytó volt.